Valami lehet Dunakeszin a földben, hiszen jobbnál jobb kajakosok érkeznek a Budapest melletti településről. Elég csak a Lucz testvéreket, vagy éppen Hagymási Rékát és nővérét említeni. Ugye egy helyről jöttünk mindannyian, Rassz és Gizi néni, Rasztocki János László Gizella kezei közül, és szerintem egymást is húztuk, hogy ugye egy időben voltunk, és mindig volt mindenki fölött valaki, akit ugye tudott követni, akire fel tudott nézni, és szerintem egy ilyen szép láncot alkotva felhúztuk egymást. Nagyon sok játék volt, azért úgy nőttünk fel, hogy egy hatalmas csapatban voltunk, fociztunk, kidobósoztunk, túrákra jártunk, és tényleg a barátságok meg ezek az élmények, amik szerintem itt tartottak minket a sportágban. És milyen jó, hogy így tették. Réka azóta ugyanis kétszeres világbajnok lett. Először 2017-ben Szabó Ágnessel 200-on diadalmaskodtak, az idei szegedi VB-n pedig már Medvecki Erikával nyertek 1000 méteren. Persze nem csak a különböző táv és a különböző társ miatt volt más és más a két verseny. Teljesen más volt a kettő, az 200 méter, a sprintre készültünk, ez meg 1000 méter volt, úgyhogy teljesen más felkészülést is igényelt. Ugye más párostárssal, más csapatban, más edzővel készültem, úgyhogy lényegében minden más volt. A 200 méter, ugye nem is tudtuk, amikor beérkeztünk, hogy megnyertük. Itt már azért a táv közben éreztem, hogy ez egy világbajnoki cím lesz. Az volt a jó, hogy mi mondjuk a második helynek is nagyon örültünk volna, akkor az volt ugye a első felnőtt világbajnokságunk, és teljes eufóriában voltunk. Igazából tényleg arra emlékszem, hogy csak kapkodtuk a fejünket, és hogy ez egy arany lett, az igazából csak hab volt a tortán. A csehországi viadalhoz képest Szegeden már minden simábban ment. Itt számított az, hogy menet közben is éreztük, hogy jók vagyunk és jó helyzetben vagyunk, illetve az, hogy hazai közönség előtt voltunk, az egy plusz élményt adott. Én inkább rövidebb távokra vagyok specializálódva, 500 és 200 méter, de nagyon szeretek párost menni, így ezért a csapathajóban hosszabb távokat is azért be tudom vállalni, és idén úgy alakult, hogy most 1000 méter párosba indulok, és sikerült megoldani ezt a feladatot is. Azért számít az is, hogy milyen csapatba készülök, illetve az, hogy milyen távokon sikerül ugye odaérni ebbe a nehéz magyar mezőnybe. Most persze mindenki 500 méterre készül leginkább, illetve 200-ra, de azért meg kell ragadni a lehetőségeket, mint idén ezt az 1000 métert is, hiszen azért jó eredményeket lehet elérni. De még milyen jókat, pláne ha olyan sikere éhes társa akad, mint Medvecki Erika. Most már azt tudom mondani, hogy egy összeszokott páros, az elején nem nagyon edzettünk együtt a válogatókra, ott azért ott meglátszott például a 200 méteren, hogy ahhoz képest, hogy nem egy sprinter páros vagyunk, tényleg csak egy nyanszni hiányzott ott is, de azért a felkészülés folyamán egy összeszokott páros lettünk. A méreteim miatt itt is kellett egy kicsit alkalmazkodni egymáshoz, de ezt hamar sikerült megoldanunk. Na igen, Réka egy gyors energiabomba a hajó elejében, ellensúlyozva korábbi és jelenlegi társai mellett a kisebb termetét. Szerintem mindenképpen csak az előnyömre tudom fordítani, azért a sportban nem hátrány, hogy az ember izegmozog állandóan. Az se elhanyagolható szempont, hogy a biztos családi háttér is nagy előnye a 25 éves versenyzőnek. Teljes mértékben a támaszaim voltak már az első húzásaimtól kezdve, amit a vízen elkezdtem. Kiskorom óta ott vannak szinte minden versenyemen. Nagyon szeretek tényleg együtt lenni a családommal, illetve a barátaimmal minél több programot csinálni. Nem vagyok annyira egy otthonülős típus, jobban szeretek menni. Persze van, amikor tényleg jó otthon, amikor csak a családi körbe otthon felfegek kalapén, de a kikapcsolódás az mindenképpen számít. Kell is a feltöltődés, hiszen a nyakunkon Tókió, amely egyre inkább beeszi a sportolók fejébe magát. Most már, hogy elkezdtünk edzeni egyre gyakrabban, és igen, hogy ez egy más év lesz, mint az eddigiek. Nem egy a sok közül, hanem ez az egy év. És igyekszem úgy felkészülni rá, mind fejben, mind fizikailag. Szerintem a higgadtságot megtartani még ebben a feszült időszakban is az a legfontosabb, illetve hogy végig fókuszban tudjon maradni az ember, hogy a kisebb hibák vagy csalódások ne tudják eltántorítani. Az pedig egyértelmű, hogy az utazni egyébként is imádó Dunakeszi lány legnagyobb kalandja Japánban lesz, ha minden jól megy.